új programsorozat startolt a felnőtt élet kapujában álló fiatalok számára. Az új budai Karrier Klub, a már régóta futó üzleti pódium beszélgetés sorozat, a Spin-off Klub testvére, és azzal váltásban jelentkezik majd minden második hétfőn. A beszélgetések célja ezúttal nem elsősorban az üzleti élet bemutatása, inkább tágabban vett életpályák megismertetése lesz az érdeklődő tanulókkal, fiatal felnőttekkel. A Karrierklub első vendége ugyan egy tehetségkutatóban lett országosan ismert, már nagyon fiatalon, ám nem csak erre épít. Színészként is folyamatosan dolgozik. Elmondása szerint leginkább azt élvezte, amikor a fiatal Frank Sinatra bőrébe bújhatott. Nemrég családja is új taggal bővült, hiszen megszületett első kisfia, bár az éjjeli fellépések miatt nem ő az, aki a kisbaba mellett virraszt, mégis új szint vitt az apaság az Az életvitelünk az általában egy éjszakai életbe eltúldott életvitel, viszont ugye a hétköznapokban a délőttök is ugyanúgy számítanak egész napnak. És erre mondta édesvár mindig, hogy aki éjszaka legény, az nappal is legyen, persze. Bár ez nekem sosem ment. Uh... Szóval igen, valóban egy picit kevesebbet alszom, de azért annyira nem vészes. Nagyjából az, az éjszakákat nem én viszem a, 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 a hátamon, a, ez nagyjából a, a megegyezésünk. E, általában, hogy olyan hajnal ha kettőkor, háromkor haza sem egy fellépésről, akkor nem is sok értelme lenne, hogy, hogy akkor még az ember még ne aludjon, hogy a holnapi napra is rámenjen a, a bége. Inkább, inkább napközben próbálok segíteni és venni a dolgokban. És egyébként mi volt itt a programon mi volt a te feladatod konkrétan? Tehát mi, mi volt az, amit úgy érzed, hogy te, több, te hozzá tudtál tenni? E, például, az egy nagyon érdekes dolog volt, elmentünk egy, egy, egy előadást tartani e, Veszprémbe, a, abba az iskolában, én, ahol én tanultam egyrészt nagyon fura érzés volt visszamenni, úgyhogy előadást tartani abban az iskolában, ahol én előadásokat hallgattam, ugye. Végülis <coughs> édesapám meg édesanyám is tanár. Másrésztről pedig az ott lévő gyerekekkel beszélgettünk arról, hogy hogy mik az ő jogaik gyermekekként, hogy mik azok, amik, amik, mindenkinek járnak, minden gyermeknek. Például az egyik ilyen is a, a legfontosabb szerintem, ami lát, látjuk azt, hogy a környezetünkben rengeteg ilyen kényszeres ember van. És ennek, ennek a kényszerességnek valójában az a pszichológiai háttere, hogy valamikor gyerekkorban a, a szeretet, az valamilyen teljesítményhez volt mérve. Tehát nem az volt, hogy az a, a szülők csak szerették a gyermeket, hanem az volt, hogy hozta, akkor szerettünk, ha egyest akkor nem. És ez egy. Ez egy nagyon nagy hiba, és ezeket, ezeket próbáltuk elmondani a gyermekeknek, hogy ők adtuk nekik prospektust, amiket ők nyilván nem fognak elolvasni, de esetleg a szüleik elolvassák. Szóval beszélgetünk arról, hogy máshol, hogy élnek a, a gyermekek. Ugye a legsokkolóbb az mindig az volt, hogy van egy ilyen, egy ilyen karszalg, ahol a, ugye a karnak a vastagságát mérik le, és a, ott a, a, a gyermekek, hogy mennyire alultápláltak a különböző országokban. És ugye az, hogy a hogy a, 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 a nálunk körülbelül az embereknek a csuklórája volt, volt jó, az, ami, ami máshol az embereknek esetleg a combjára. E, beszélgettünk ilyen dolgokról. <coughs> Igazából szerintem a ezek a, ezek a beszélgetések ezek nem, soha nem most változtatják meg az embert. Én is emlékszem arra, amikor jöttek be emberek, és beszélgettünk dolgokról, osztályfőnök úr, vagy mindenfelé, és hát a középiskolás évemben biztos, hogy nem voltak nem túl nagy hatással, ahogyan visszaemlékszem rá, már meg emlékszem belőle. Arra biztos nem volt nagy hatással, viszont később, egyszer csak így, amikor olyan helyzetekbe kerülsz, akkor így, így, így valahonnan hátul az agyad kidobja, hogy figyelni kell egymásra, hogy, hogy foglalkoznunk kell embertársainkkal. Tehát, hogy ezek a különböző ilyen gyakorlatok, is ott, ott is játszottunk különféle bizalomjátékokat. Ezek később, 10-15 évvel később hálálják meg magukat. És egyébként ez a te ötleted volt, hogy menj a saját iskoládba vissza, vagy pedig ők hívtak? Azt hiszem, hogy a programnak alapvetően része az, hogy a, hogy a hírességet visszaviszik az iskolájukba. Én nagyon örültem neki. Fura dolog egyébként, mert beszélgettünk ilyen dolgokról is, hogy, hogy, hogy 100 forintból meg lehet menteni három gyermeknek az életét. most gondolom, hogy azért nem biztos, hogy nem teljesen így van, de hogy, hogy, inkább úgy, hogy a, hogy a sokszor 100 forintban, hogy a nagyipari mennyiségben lehet előállítani különböző dolgokat, akkor, akkor úgy. De egyébként egészen, egészen elképesztő dolgok, amik, amik, amiket, amiket egyébként egy ilyen ébresztórának a keretében a gyermekek át tudnak élni az UNICEF-nek a segítségével. Ez egy nagyon jó program, ajánlom mindenkinek, hogyha valahol látja, hogy a környezetében, iskolában öö, megtörténik, akkor menjen el akár felnőtt fejjel is, vagy vigye el a gyerekét, mert öö, öö, meghálja később magát. Egyébként úgy érzed, hogy te, mint híresség, azért valóban, valóban hatással is volt rájuk, vagy nagyobb hatással volt rájuk, mint mondjuk egy tanára, akivel nap mint nap találkoznak, vagy ennek mi, mi volt a jelentősége? Hát, most erre azt tudom mondani, amit, a, amit az imént beszélgettünk még ugye kint, hogy a, volt az, volt az színésze, a színész, a Sian Leboeuf, azt hiszem, hogy jól mondom a nevét, aki, aki ment valamilyen, valamilyen mozifilmnek a premierjére, és a fejére húzott egy popcorn a zacskóz, és rá volt írva, hogy már nem vagyok híres. Én is vagyok, egy kicsit így érzem magam, hogy hogy, hogy már nem vagyok híres, de talán erről a legjobban egyébként a... a, a azt hiszem, hogy egyszer mentünk egy, egy turné, és a D. Nagy Lajos volt az, aki nekem gyermekkori ikonom volt, és például a képem, és jött oda hozzám, és kért tőlem egy autogramot a gyermekének. Vagy az unokájának. És akkor és ott ültem, hogy mennyire, mennyire rossz, hogy a D. Nagy Lajos kért tőlem autogramot, amikor fordítva kéne enni. Hogy mondta, neki, hogy oké, okay, de utána én is kéretek egyet. <laughs> szóval, hogy az, hogy ki milyen hatást gyakorol kire, a hírességnek van még egy oldal, ez meg egy, egy, egyel egy, egy komolyabb, mint az előző, kevésbé vicces, az pedig az, hogy az ember soha nem nullából indul. Amikor találkozol valakivel, akkor vagy mínuszból, vagy pluszból indulsz, de nem nullából. És ezért az, hogyha hallgatnak, vagy jobban meghallgatnak, az ennek a következménye. Ettől függetlenül lehet az, hogy amit mondok, az annak semmi értelme nincsen. De, de az biztos, hogy, hogy aki, aki, min, akinél mínuszban vagyok, annak mondhatok akármit, úgy sem fogja meghallgatni. Akinél meg pluszban vagyok, az pedig jobban meg fogja hallgatni. Tehát általában a különböző szervezetek azok, azok, ezt a bázis próbálják megszólítani, és ezért, ezért próbálják azt, hogy, hogy hát ha jobban hallgatnak akkor a, a híres emberre, a, akik hallgatják az előadást. Egyébként én azt gondolom, hogy az kb. az első öt percben érdekes, hogy én ülök itt és én beszélek, utána már inkább az a fontos, hogy mi az, amit mondok ezzel egyetértünk. Arra lennék kíváncsi egyébként még, hogy a hírességeknél, nem tudom, te tapasztaltad-e magadon azt, hogy egyszer csak elszállaló. Mert ugye sok olyan magyar híresség van, aki, azért így lehet róla hallani, hogy egy idő után nem bírja feldolgozni a népszerűséget, esetleg fél, fél, a kudarcoktól, fél attól, hogy a jövőben már őt nem fogják adott esetben hívni. Nem tudom, hogy ez, ez, ezzel hogy lehet megbirkózni? Te hogy látod ezt a... Helyzetet. Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és nem is tudom, hogy honnan induljunk el az elejére, mert három fő elemére bontanám. Mindig van az egyén szempontja, van a társadalom szempontja, szóval, hogy, hogy ha a társadalom szempontját és felépítését nézem, akkor az instant világra az is jellemző, hogy körülbelül öt évente keresünk magunknak új, kedvencet, Ahogyan lecseréljük az autót, úgy lecser, lecseréljük a mosógépet, meg a régi asszonyt, úgy lecseréljük a, a kedvenc előadóinkat is. E, és ez, ez ennek a következménye az, hogy lehet, hogy van az emberekben, vagy hát az előadóban egy olyan félem, hogy öt év múlva már senkit nem fog érdekelni. E, ez egy szempontból generál egyfajta teljesítménycentrikusságot. Hogy az ember öt évente mindig meg akar újulni, hogy újra meg tudja szólítani a következő bázist. Másrésztről a művészet nem egy olyan teljesítmény, amit nyomással lehet gyakorolni. Tehát ez hozza magával azokat a tucat előadókat, tucat dalokat, amit például én is csináltam már. Tehát, hogy nincs ebben nincs ennyi. De az, az pont abból a megfelelésből fakad hogy, hogy öt évente meg kell újulnunk, úristen, úristen, akkor most bízunk meg a nem tudom kit, hogy írjon gyorsan két dalt, meg azt a sztárisztot, hogy találjon ki egy új sztárt. Tehát, hogy egy, és ettől, ettől várik az alapvetően saját gondolatok és ötleteket tartalmazó dolog ilyen híg fekáliává. Pont azért, mert, mert a kényszer hatására működik, és ezt a kényszert ezt nem szabad magunkénak tudnunk. Régen, hogyha egy jó előadó volt, és csináltál egy dalt, vagy csináltál egy jó lemezt, akkor tudtad, hogy, hogy az elköntkő 15 éve biztos, hogy érdekelni fogja az embereket, és ez motivált téged arra, hogy még több jót csinálj. A, hogyha a motiváció az nem a, az, hogy szeretet csinálni, és akarsz adni az embereknek, hanem attól való félelem, hogy el fognak veszíteni, vagy hogy, vagy hogy nem lesz több felépés, akkor az egész már nem jó. Ez az, ez az egyénnek a szempontja hogy ez, ez volt a társadalomnak a, a, a szemszöge, az egyénnek a, a szempontja, az, az ott lép be, hogy mindig van miről írni, mindig történik valami, hogy csak lehet, hogy nem veszük észre de a világban, mindig történik körülöttünk valami. Mindig van egy egy külső és egy belső történet is, ami történik. A belső történet az egyszerű, az, az életszakaszomban, ahol éppen tartok. Ott mindig megvannak, a, mindig megvannak a krízisek, a traumák, amiket fel kell dolgozni, amikkel meg kell birkózni. Nekem most éppen ugye a, a felnőtté válás, a szülőknek a, a, az átértékelődése a fejemben, szóval, hogy, hogy nekem most éppen ez a személyes, magam a, a belsejében, a saját fejemben futó ö, ö, történés. Ugye a szülőkből a. a a régi isteneinkből, hogy lesznek halandó húsvéremberek, ez a, ez a nagyjából a felnőtté válásnak a lényege. Én most éppen ebben vagyok benne, tehát ez történik belül, és erről rengeteg jó dolgot lehet írni egyébként. Tehát, hogy ez, ez táptalaj rengeteg művészeti alkotásnak. A körülöttünk lévő világ pedig szintén nagyon beszédes, ami, ami, ami körülöttünk történik, ha kinéze az ablakon, nem kell hozzá elutazni bárhova. Az is, nagy, az is egy érdekes dolog, amiről, ami szintén egy sok mindennek. Szóval, hogy hogy nem kell tört, nem, nem, kell kényszerre történni az írásnak, mert, mert rengeteg dolog van körülöttünk. Sem az előadásnak egyébként. szóval nagyjából ezt tudom elmondani. Beszéltünk megújulásról és motivációról. arra lennénk kíváncsiak, hogy mi az, ami most inspirál téged, és mi lesz, mik a terveid a jövőben. Tehát mire számíthatunk tőled? Hát nagyjából azt próbálom csinálni, amit eddig próbálok helytelni a színházban. Persze biztos fog megélni egy új dal is, majd valamilyen új dal majd megjelenik, meg nem tudom, majd új lemez. Kicsit, kicsit kevésbé érzem most az, hogy hogy, hogy, hogy motivált lennék egyébként ezekben a dolgokban. Bár most egyébként pont írtunk egy kedves barátommal egy tök jó dalt, amiben motiváltnak érzem magam de én már nem akarok ilyen videóklippeket csinálni, meg ilyeneket. Egyetlen semmi kedven nincsen hozzá. Szóval, hogy a, hogy a, a kicsit most kevésbé érzem azt, hogy, hogy, a, hogy, az ember híres akar lenni, vagy hogy, vagy, vagy, hogy, hogy ezt akarja -e csinálni. A, amit igazán akarok csinálni, az azt nagyjából most csinálom is éppen. Nem csak itt most, hogy beszélgetetek emberekkel, hanem, a, hanem a, a, színházban, amit most csinálunk Győrben, az egy fantasztikus darab lesz. Nagyon élvezem a közös gondolkodást, ahogyan sok ember, sok kreatív ember is gondolkoznak azon, hogy egy, egy, nagyon jól megírt színdarabot hogy tudnak felvinni a színpadra, hogy hogy tudják át is adni annak a gondolatát, meg annak a, annak a lényegét. Mert ugye a művészetnek az is feladat, hogy azt át tud adni, másoknak. Hogyha csak te érted meg, akkor, akkor az elég öncélú. hogy át is kell tudni adni a dolgot. És ezt, ezt, most nagyon élvezem. Ez most elviszi az energiáimnak, amit a munkára használok energiának, annak a száz százalékát kitölti és elviszi. Egyre többet halljuk ilyen fiataloktól, tínzserettől, hogy a színi színekesi pályára szeretnének menni, hogy tudsz nekik esetleg valami tanácsot adni, hogy akkor ezt a belső művészetet hogyan tudnák ők igazán kifejezni, és a többiek felé megmutatni? Hát erre nincs jó recept, szerintem. Én azt érzem, hogy a, a, ugye mindenki azt mondja, hogy az élethez mennyi szerencse kell. Hát valóban ahhoz szerencse kell, hogy egy zongora, vagy egy műhold ne essen rá a fejedre. De hogyha mindig ettől félnél, mint a Tom és jerry akkor nem feltétlenül mennék ki az utcára. E, illetve az van, hogy a, a szerencse az mindig ott van körülöttünk. Én inkább átfogalmaznám, hogy a szerencse szerintem a helyzetfelismerés és a felkészültségnek a, az ötvözete. Én rövid futónak tartom magam, már csak az alkatomon is látszik. Azt jelenti, hogy mindig ugrásra készen vagyok, és amikor, amikor ott van egy helyzet, hogy, hogy bekopogtatott a lehetőség, akkor pedig kintom az ajtót, és három hátra szaltóval üdvözlöm, és eléneklek két sort a, nem tudom, az operász fantomjából. Tehát, hogy, hogy nagyjából az van, hogy látni kell az, hogy mikor van, mikor van az, hogy lehet ugrani, mikor van lehetőség, és akkor, akkor meg kell ragadni a lehetőséget. Szóval igazából ennyi az egyetlen, amit, 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 tudok javasolni, de ez meg szerintem igazából bármilyen szakmára igaz. Most ugye volt róla szó, olvastam valahol egy cikkben, hogy a, a frissen diplomázott színészeknek a 70%-a nem tud elhelyezkedni a szakmában, csak a 30%-a. Hát Igazából az, szerintem nagyjából az orvosi pálya kivételével majdnem mindenre igaz, hogy csak a 30 százalék tud elhelyezkedni. Ez, ez a mai világnak a sajátossága, és megint oda, oda tudunk visszakanyolni, de alkalmazkodni. Tehát, hogy én biztos azt kérdezném meg magamtól, hogy miért nem abban a 30%-ban voltam. Nem a, nem a rendszert okolnám meg, hibáztatnám meg az egész világot, hanem magamtól kérdezném meg, hogy mit kéne jobban csinálnom, mit kéne máshogy csinálnom, hogy abban a 30 ba tartozzak, aki, akinek, akinek sikerült áll szerezni, és ne abban a 70 akinek nem. Szóval, hogy én, én inkább úgy érzem, hogy, a, hogy a magunkban kell megkeresni ezeket a dolgokat. Köszönjük szépen, és a mi kérdéseinknek nagyjából a végéhez értünk, és a közönséget szeretnénk megkérdezni, hogy épők hogy állnak kérdések tekintetében. Nyugodtan bárki felteti a kérdéseit. Sosincs kérdés. Az első kérdés a legnehezebb mindig. Én azt kérdezném meg, hogy mennyire változtatta meg a... Ismertsége a baráti kapcsolataidat. Mennyire maradtak meg a vesztményi barátaid, vagy mennyire cserélődtek le hírességekre? Nem, mert vannak hírességbarátaim, barátaim. Szóval, hogy ritkán szoktam összefutni hírességekkel. Igazából ugyanazok a barátaim megvannak, akikkel nem tartom a kapcsolatot, nem azért nem tartom a kapcsolatot, mert híres lettem, hanem azért nem tartom, mert ők esetleg Veszprémben vannak, én meg Budapesten is. A 120 km ez valóban egyébként csak egy és három óra kocsival, de ugye oda vissza meg már, már három és fél. Szóval egy nap azért, vagy igen, három és fél, igen. Szóval, hogy, hogy hogy nehéz azért mindig találkozni és mindig tartani a kapcsolatot, és én pedig kevésbé szeretem interneten tartani a kapcsolatot, meg telefonon, mindsem személyesen. A személyes kommunikációnál szerintem nincsen jobb. Úgyhogy akikkel tartom a kapcsolatot, azok olyanok, akik, akik vagy itt élnek Pesten, vagy hogy akikkel tartom, és Veszprémből vannak, azok vagy feljárnak hozzám, és akkor nálunk alszanak, vagy én megyek le hozzájuk Veszprémbe. De, de ugye az nyilván ritkább, szóval a baráti kapcsolatomat inkább, meg társaságomat inkább az alakította az, az élettér, ahol a környezet, ahol, ahol élek, általában onnan szoktuk választani magunknak, ugye, a, 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 abból a szűk környezetből a, a szeretteinket. Másik kérdés? Ott hátul látok valakit. Ha valami folytán visszaüzenhetnél magadnak, mondjuk egy tíz éve korábbra, akkor mi lenne az? Hát, biztos megkérdezem, hogy kérsz-e még egy sört. De a viccet félretéve egyébként. Erre inkább tíz év múlva tudok válaszolni, hogy akkor mit üzennék vissza a, a húsz évezed énemnek. Tehát, hogy, hogy 25 évesen még nem igazán látom át azt, hogy. Hogy... Szóval valaminek éppen a közepén vagyok. Persze az ember nyilván mindig a közepén van, valaminek ha a végére érnél, az elég csúfos lenne már így most, hogyha 25 évesen a végére érnék. De, de még kevésbé tudok magamnak visszafele megfogalmazni, olyat, hogy mit csináltam volna másképp, vagy mit nem. Mégis úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Van egy csodálatos gyermekem, egy csodálatos párkapcsolatom, az életem eléggé jól alakul a szakmámban is, ismert vagyok és sikeres. Nem, nem, tehát hogy, hogy, most még nem látom át azt, hogy esetleg öt év múlva vagy nem így lesz. <laughs> és akkor majd, akkor majd vissza tudok üzenni magamnak, hogy mit csináljak máshogy. De amiket hibákat elkövettem, az, azokat, a, azokat jóvá írta a számlámon a sors, és még nem hajtotta be az adósságot. Majd egyszer lehet, hogy befogja. De, de még nem tette. Úgyhogy ezért még nem tudom azt mondani, hogy hogy valamit másképp csináltam volna. Leginkább így és ráadásul azt meg nagyon élvezem, hogy, hogy látom azt a változást, ami, ami minden emberen átmegy, meg ami és a mi rajtam is. Az értelem megnövekedés az fantasztikus dolog. Szóval, hogy én mindenkit arra tudok sarkalani, hogy, hogy keresse ezt versekben, filmekben, bármiben, amiben, tudja, zenében. Mert én, én valahol azt érzem, hogy, hogy ezért vagyok itt a Földön, hogy a lehető legtöbb dolgot megtapasztaljam, a lehető legtöbb mindent vigyek magammal, amikor már majd nem leszek itt oda. Kérdés valakinél? Azt szeretném megkérdezni, hogy olvastam, hogy a Beatles együttes életéről készült egy színdarab. Hogy az látható lesz itt Budapesten? <kül> Folynak róla tárgyalások, ezt a Gyűri Nemzeti Színházban játszunk, pont tegnap is dupla volt, belőle. Győrben nagyon mennek még az előadások, úgyhogy ott még biztos, hogy egy évig látható lesz. Tehát a következő évadra is most már átviszük, az biztos. Itt Budapesten folynak tárgyalások, de egyelőre még nem jutottunk egyről a kettőre, mert akartuk hozni a Margit szigeti szabadtéri színpadra. Nagyon sok vetítés van benne, és ugye nyáron, amikor Este 7 hét, hét órakor, helyi, 7 he, 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 órakor elkezdődik az előadás, színész beszél, igen. Este, amikor 7 órakor elkezdődik az előadás, akkor nincs olyan sötét, hogy ezek a vetítések megéljenek abban a térben. Szóval igazából a, a, én úgy tudom, de aztán lehet, hogy nincs igazam, hogy a Győri Nemzeti Színháza, a legnagyobb színpaddal rendelkező vidéki színház. Ami nem csak vidéki szinten, hanem egész országos szinten egy nagyon nagy színpad. És ez pedig egy nagyon nagy színpadi műszó, hogy kb. az Erkel színházba elférne, de most folynak tárgyalások. Én én ott nem vagyok úgy benne a, a felek között. Hol lehet egyébként látni? Itt Budapesten? Sehol? Nem, most nem. Győrben lehet látni. Aha, az nekünk messze van. Másfélre főre köszönöm. Van még valakinek kérdése esetleg? Még. Vissza. Említetted, hogy matematika tagozatra járták középiskolába. Ezt te választottad, vagy kényszerítettek? Illetve, hogy volt-e eddigi életed során ennek bármi előnye, amit így ebből ami pozitívumként ki. Nem gondolom, hogy az ember bárhol az életben használná a bonyolultabb matematikai számításokat. Tehát, hogy elég egyszerű matematikában élünk. Ugyanakkor viszont az életem legjobb döntése volt, hogy a matematika tagozatra jártam. És hogyha tovább tanulnék, és nagyon-nagyon sok időm lenne, és még olyan okos lennék, mint amilyen akkor voltam, akkor biztos, hogy matematikával foglalkoznék most is. Azért, mert a, a matematika nem mint matematika jó, hasznos, hanem nyilván elcsépelt duma, de tényleg egy, egy gondolkodási folyamatot tanít meg az embernek, egy, 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 logikai, egymásra épülő tudást ad át az embernek, amit viszont az életben nagyon sok helyen tudtam alkalmazni. Tehát nagyon sokszor volt az például, a zene is nagyon, nagyon összefügg egyébként a matematikával, ugye a hangzatok, a különböző hangközök, azt nem abban az értelemben, hogy túl bonyolult kiszámolni, hogy mi három hangnak a különbsége, hanem inkább azért, mert az ember, amikor átolvas egy kottát, vagy pont amikor átolvas egy színdarabot, akkor a logikai buktatókat észreveszi, aki sokat foglalkozott matematikával. Ugye egy dramatúrnak is mondjuk ez a feladata, hogy lássa az, hogy, hogy mennyire kontinuitásában, mennyire e, kongruens egy darab, és mennyire, e, mennyire vannak benne logikai buktatók, e, ez, ez, egy matematikus, analitikus agy valójában a, a, legjobb szerintem. Szóval az életben nagyon sokszor alkalmaztam a matik, matematikát, de nem úgy, hogy fel kellett rajzolni a firebuck vagy az OER óre, tehát hogy, hogy kevésbé ezt a részét kellett használnom a matematikának, viszont mondom szerintem a, a leghasznosabb és a legjobb tantárgy az összes közül. Közül... Ezek alapján akkor parciális viszont viszonylag kevés időt fordítasz. De Azért szerintem még kíváncsiak lennénk mindannyian, hogy mi az, a, amivel legszívesebben eltöltöd a szabadidődet, azt a keveset, ami, ami, van, és ami mondjuk nem család. Nagyon szeretek playstation -ezni. A, a legrosszabb játékoktól a legjobbakig. Szóval, hogy az igazán agyatlantól a gondolkodósikig. E, mondhatom azt, hogy ez az én győzikesom. Amikor, amikor nem akarok nagyon gondolkodni. Azon kívül pedig, amit nagyon szeretek, ne ki, ide, nagyon szeretek legózni. Gyerekkoromban kimaradt, és kaptunk egy, egy legószettet a, a, a gyereknek is, mondtam, hogy hát ő még ezt viszonylag még nem most fogja kirakni. Ugyanakkor viszont a doboz foglalta a helyet, úgyhogy akkor kiraktam, és nagyon jó érzés volt, úgyhogy gyorsan vettem, hogy egyből egy ilyen 2000 darabból álló csak 18 éven felülieknek lévő legókészlet, és azt is egy hónap alatt kiraktam, és utána elképesztően ütem neki. Szóval, hogy ez ilyen kicsit a, a, makettezés, meg modellezés. Úgyhogy most a legó, ami, ami egyébként nagyon, amit nagyon szeretek, de változik mindig. Most például majd nagyon szeretnék kertészkedni, és ha, ha egyszer az életben ne találták kertes házba költöznék, akkor nagyon-nagyon szeretnék kertészkedni, mert amennyire gyerekkoromban utáltam, hogy minden szombat reggel, meg vasárnap reggel apám vitt ki a telekre, most az van, annyira, annyira látom azt, hogy mennyire jó dolog az, amikor az ember megműveli a saját földjét, látja azt, hogy kinőnek belőle azok a növények, amiket elültetett, a gondoskodás, az idő, az pedig megtérül, mert a kert gondozása is egy olyan dolog, ahol, ahol állandó, hosszantartó, mindig ott lévő munkának az eredménye az, hogy, meg, hogy az, a, az a gyümölcs, vagy a zöldség megterem és nem tud instant megcsinálni, szóval nem tud egyszer megcsinálni jól, és akkor utána ott hagyod, és három hónap múlva hozzányúlsz, hanem ez egy állandó munkát igényel. És ezek az állandósult dolgok, ezek a szokások írják az életünket. És valahol mi is, jaj, de nagyon szépen metaforikus leszek, mi is olyanok vagyunk, mint egy kert, amit gondozni kell, és majd a gyümölcs. Na, ennyire vőgítses, bocsánat. Úgy gondolom, hogy akkor ez tökéletes volt akár egy záró gondolatnak is Tamástól. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönjük nektek is, hogy itt voltatok. És Tamás, enged meg, hogy... Bor. <laughs> Átnyújtsunk számodra. szépen.